Jelenleg Csortadovci Európa legnagyobb vasúti építkezésének helyszíne, ami egyben Szerbia fejlődését is szimbolizálja, fogalmazott Alekszandár Vučić. Az Újvidék és Belgrád között épülő szakasz mindenképpen a legváltozatosabb része lesz a Belgrád-Budapest vasútvonalnak, hiszen alagúton, illetve egy 3 kilométer hosszú völgyhídon is áthaladnak majd a szerelvények, méghozzá megközelítőleg 200 kilométeres óránkénti sebességgel. 2021 őszén Belgrádból Újvidékre 25 perc alatt juthatnak el az utasok. Sam ovaj deo, Stara Pazova, Novi Sad, plaćamo 580 miliona dolara. Ukupno 850 miliona dolara Beograd, Novi Sad, još 1,2 milijarde, računajte Novi Sad, Subotica. Dakle, ogroman novac ulažemo da bismo imali najmodernije pruge, da bismo mogli da idemo prosečno gotovo 200 na sat. A szerb elnök újságírói kérdésre hozzátette, hogy Magyarországgal továbbra is nagyszerűek a kapcsolatok. Az építkezések határidőre befejeződnek, hiszen Orbán Viktor magyar miniszterelnök is komoly erőfeszítéseket tesz a projekt előrehaladásának érdekében. A Csortanovcin zajló orosz hitelből finanszírozott építkezést Bocsán Harcsenko is megtekintette. Oroszország belgrádi nagykövete szerint a koronavírus miatt a világ jövőjét tekintve sok minden bizonytalanná vált, de egy dolog biztos, a Belgrád Újvidék vasútszakasz időben elkészül. Mi smo ubeđeni, mi smo imamo puno nade i vere da u toku sljedeće godine u oktobru mi ići ćemo vozom od Beograda do Novog Sada. A vasútvonal másik két szerbiai szakaszát, amely Belgrádtól Opazováig, illetve Újvidéktől a magyar határig tart, kínai cégek építik majd.